Szeretettel köszöntelek ismét, Oláni Mennyászi Krisztina vagyok, az Artemis Asztrológia Akadémia vezetője. Ebben a videóban már a 38. hét asztrológiai aktualitásain foglak végig kalauzolni. Teszem ezt egy társadalmi küldetés tudattal, azzal az elkötelezettséggel, hogy segítsem, hogy legyen az asztrológia mindenki. Legyen a tiéd is. És ezért arra kérünk, hogy segíts videóinknak a terjesztését kommentel, megosztással, visszajelzésekkel, és azzal, hogyha feliratkozol a csatornánkra, akkor heti legalább egy, illetve a jövő héten tuti biztos, hogy kettő videós tartalmat fogsz ingyenesen elérni, és ha a kis csengő is aktív a feliratkozásod mellett, azonnal értesítést fogsz kapni róla, mihelyt elérhetővé tesszük. A köszönetgomb segítségével anyagilag is támogathatod a munkánkat, hogyha úgy gondolod, hogy hasznos ez a most már harmadik éve társadalmi munkában végzett tevékenység. Köszönjük szépen sok visszajelzést, és örülünk annak az aktivitásnak is, hogy az aktualitásokat, ahogyan beazonosítjátok erről, adtok nekünk is visszajelzést kommentben, megosztottok velünk híradásokat, akár személyes, akár társadalmi vagy országokat érintő információkat is. Biztatlak, hogy maradjon ez így a közel jövőben is, vagy a következőkben is, hiszen mindig mozognak fölöttünk a planéták, egy dinamikusan változó egyensúlyi állapot van, hol ide, hol oda tolódnak a harmóniapontok, illetve a diszonanciák, a tanulnivaló, ezért soha nincsen olyan horoszkópábra, így heti ábra sem, amelyik csak harmonikus, csak csupa jó dolgot szimbolizálna, illetve szerencsére olyan sincs, amiben csak az úgynevezett, és ezt nagyon idézőjelbe teszem, katasztrofális, azaz nehéz és komoly feladatokra serkentő fényszokatlanok lennének. Így van ez most a 38. héten is, és ahogy megszokhattad, itt mellettem lévő ábrán összevetítve látod a hétfő 0 órai állást a belső körön, a vasárnap éjféli planéta pozíciókat pedig a külső ábrán látod ábrázolva. Ez a hét fokozatosan olyan erőknek a kibontakozásában zajlik, amit már az előző hetekben elkezdtem felvezetni. Nevezetesen, hogy egyre erősebb a transzcendens energiáknak a jelenléte. Ez erre a hétre is abszolút igaz és elmondható. Ami mögöttünk van, az előző hetekből néhány tartalmat azért még hozunk magunkkal, nevezetesen, és ugye ma 15-e van, szeptember 15-e péntek, ugye most hajnalban volt újhold, ami egy egészen pozitív tartalmú újhold egyébként a sok-sok ezt megelőző újholdas pozícióhoz képest, segítve ugye az elmozdulást, az innovációt, és ez az újhold is egy spirituális szellemi planéta, az Uránusznak a kapcsolódásában bontakozott ki ma hajnalban, és segíti a szükségszerű, gyakorlatias, józan tapasztalatok alapján felmérhető, nehéz helyzetekhez kapcsolódó belátást és innovációt. És ez a fajta spirituális vagy szellemi kibontakozás, ez látszik és mutatkozik az ábrában, de ahogy halad a nap előrefele a hét folyamán, gyakorlatilag nem csak az Uránusszal áll egy ilyen reformer, megvilágosító kapcsolódásban, hanem fokozatosan meg fog érkezni a Plutó nagyon komoly, transformatív és mély belső erőforrásokat is rendelkezésére bocsátó, transformatív, de támogató közegébe kapcsolódásába. És a kettő között áll félúton, ha ránézel erre az ábrára, akkor a Neptunusz így a hét folyamán fokozatosan halad előre fele a nap, és be fog érkezni a Neptun szembenállásába. De, ahogyan ez a szembenállás egy feszültséget tükröz, a feszültségek időszerűsége, amire ráirányítja a figyelmet a Neptun szembenállásában, hogy nagyon sokféle dolog a régi módszerrel kezelve már mondhatjuk kezelhetetlen, egy csomó besűrűsödött probléma olyan, mintha elkezdene annak a problémának, mint válság, a kibontakozó hatásnak kicsúszni a kezünk alól az irányítása, és hát látjuk ezt a mögöttünk lévő héten, hetekben is, hiszen több területen neptuni analógia, azaz özönvíz, árvíz,
illetve más területeken pedig sajnálatos módon ugye az intenzív föld mozgások, földrengések okoztak kaotikus, beláthatatlan és szinte kezelhetetlen helyzeteket. Olyan időminőségben vagyunk, hogy nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy az emberiség a tudatában képes legyen átbilleni azon a bizonyos tűfokán, és a racionalitást és a józanságot megőrizve belátásra jussunk mindannyian azzal kapcsolatban, hogy egy szellemi spirituális beágyazottságban létezzünk. Ez körbeveszi az életünket, a személyes és a globális emberiség folyamatokban is ezek a szellemi erőhatások megmutatkoznak. Elsődlegesen inspiráló, továbbfejlődést generáló hatásként, ugyanakkor, amikor egy változás küszöbén attól félve megpróbálunk a küszöbnek hátat fordítani, összeszorítani magunkat, picibe összehúzódni, és azt mondani, hogy jaj, nem akarom tudni, nem akarom látni, és inkább kizárom, nem akarok foglalkozni azokkal a problémákkal, amelyek mellett nagyon-nagyon kicsinek, kevésnek, tehetetlennek érzem magam, és jogos ebből fakadóan, hogy természetszerűleg mindannyiunkban megmozdul ilyenkor a szorongás, de hogy a küszöb átlépéséhez új megoldási módokra, tudatosságra van szükségünk, és ebbe be kell vonnunk a józanész mellett a szellemi evidenciát is. És egy olyan időminőségben vagyunk, amikor ez a fajta szellemi, transzcendens, spirituális erő, ami ugye nem kézzelfogható módon mutatkozik meg, hiszen nem tudom megfogni, mint az asztalt, vagy a lámpát. Ugyanakkor mindannyiunk lelkében, belső világában ébredezőben van, illetve egyre erőteljesebb jelzésekkel bír, abba az irányba próbál bennünket inspirálni, hogy tágítsuk a tudatunkat, merjünk és tudjunk globálisan és holisztikusan gondolkodni. Szellemi távlatokba, akár szélítő távlatokba is kinyithatjuk a tudatosságunkat. Most a fentálló transzcendens planéta kapcsolódások, amelyek egymáshoz ebben az időminőségben pozitívan kapcsolódnak most már az elmúlt hetekben, és velünk marad ez a fajta pozitív kapcsolódás az év további részében is. Tehát azt lehet mondani, hogy ami a józan belátás alapján, vagy az eddigi technológiai, tudományos, gyakorlati tudás alapján megbicsaklik, és a jelenleg fennálló nagyon is kritikus és krízises problémákra jelenleg nem talál megoldást a ma élő emberiség, ennek egy dimenzióváltáson keresztül, egy tudattágításon keresztül új felismerésekre van lehetősége, hogy tovább lépjünk és változtassunk. Tehát a lényege a krízisnek mindig az, hogy a meglévő eszköztárral már nem tudjuk kezelni a fennálló problémákat, ezért ugyanazt csináljuk, és ugyanolyan módon próbáljuk kezelni, annak mindig ugyanaz lesz az eredménye. És a jelenlegi időminőségben azzal, hogy a Bak jegyének utolsó fokain hátrálóban van a Plutó, bizony intenzíven hordozza és hozza is nekünk a következményekkel való szembesülést. A sok társadalmi, pénzügyi, gazdasági próbatételben, nehézségben és gondban. De hogy ezek nem arról szólnak, hogy mi ebbe pusztuljunk bele, hogy feszüljünk bele, hanem a jelzések alapján arról van szó, hogy itt van az ideje egy globális továbbfejlődésnek. És ehhez a globális továbbfejlődéshez a szellemi-spirituális tartalmak, mint segítő erők a rendelkezésünkre állnak, és ez az energia intenzíven velünk van most a 38. héten. Azért beszélek róla kiemelten, hiszen ha megnézed mind az Uránusznak, mind a Neptunusznak, mind a Plutónak a vonalát, az mindegyik a naphoz vezet. A nap az asztrológiában a tudatosság planétája. A világos rálátás, az összefüggések felismerése, a tiszta rátekintés és a megértés, és ez azért is erős, hiszen jelen pillanatban még a hét elején a nap a szűz jegyében van. Tehát pontosan a megértést, az összefüggést, látást, a gyakorlatias, józan ésszel való belátást segíti, és a transzcendens planétákkal való kapcsolódástól pedig új inspirációk, akár furcsa megoldási módok, innovatív ötletek, és az összefogásban rejlő közösségi erőnek a megtapasztalására lehetőségünk van. Tehát a nap
Jelen pillanatban most lesz 38. héten abban a pozícióban, illetve a 37., tehát még a éppen aktuálisan fennálló, aktuális, hiszen az Uránusszal holnap szombaton kora hajnalban jön létre ugye az exakt kapcsolódása, tehát így a 37., illetve az előttünk álló 38. héten még fennáll ez a fényszög hatás, tehát mindannyiunknak, nem csak a globális nagy társadalmi témák tekintetében, a saját egyéni életünk tekintetében is a józan belátás, a dolgoknak egyfajta másfajta rendszerezése és rendezettségen keresztül új megoldási javaslatok, gondolatok, eszközök, ötletek juthatnak eszünkbe olyan témakörökben, amiben nekünk is fontos egyénileg megújulni. Tehát nagyon erős, megújító hatások vannak a háttérben, és jellemzően ugye az egyéni életünkben is akkor szoktunk változni, amikor valami olyan élethelyzet nagyon-nagyon besűrűsödik, hogy már azt nem lehet úgy tovább működtetni. Ugyanez igaz globálisan is. Az emberiség kollektív lelkisége is ugyanúgy működik, mint az egyéni lelki folyamatok, akár az elhárítással, akár a krízisek mintázatával. Látjuk az összefüggéseket, a párhuzamokat, tehát a saját kis életünkben is érdemes ezért ezt a fajta fennálló belső hangra hagyatkozva a pozitív inspirációkat figyelni, és amennyire csak lehet egy szellemibb irányba nyitni. Szerencsére mindig rendelkezésre állnak lehetőségek, ezek kinyílnak, a transzcendens spirituális erők azok mélyebben vannak, nem a tudatos és racionális szférához kapcsolódnak, ezért nagyon mondhatjuk így halk, belső hangként, belső inspirációként próbálnak jelezni és kopogtatni. Ehhez befelé kéne fordulnunk, figyelnünk arra, hogy mi zajlik belül, és mihez kapunk olyan jellegű inspirációt, ami azt érezzük, hogy ez nagyon érdekes, ez izgalmas, ez új, ez előrevezet, ez egy picit felszabadít, hiszen az Uránusz holnap bepontosodó, 16-án bepontosodó fényszög hatása pontosan ezt segíti, hogy merjünk és tudjunk változtatni, innoválni. Mellé a Plutó pedig fogja adni fokozatosan a 38. héten kibontakozva a változáshoz szükséges nagyon komoly erőket. És természetesen szembesülünk azokkal a bizonytalanságokkal a Nap-Neptun szembenállása tekintetében, ami fennáll akár a külső világunkban, akár valamilyen módon a személyes életünkben. A szűz és a halak analógiája, jegypárosa feszül meg, a kettősség ebben a helyzetben nem kiegészítő, egymást támogató, hanem inkább konfrontatív módon mutatkozik meg. Így az, ami a józanságunkhoz kapcsolódik, vagy a racionális elképzelés, a belátás, ami a szűz tartalom, konfrontálódik azzal a mély belső érzelemmel, ami bizonytalan, ami szorongó, a félelmekkel, a gátoltsággal, vagy adott helyzetben akár az illúziókkal. Hiszen a Neptunusz az erősíti azokat az elhárító mechanizmusokat, amikor rózsaszín szemüveget teszünk fel, és szebbnek, jobbnak szeretnénk látni a dolgokat, mint amilyenek valójában, hiszen a valósággal nehéz szembesülni. Tehát minden olyan élethelyzet, ahol más ideánk volt, illúziókat vetítettünk ki, más gondoltunk korábban, vagy éppen csalódtunk, vagy érzelmileg nagyon be vagyunk vonódva, hullámzó érzelmi állapotokat élünk meg, és ezt nem tudjuk megfelelő józansággal kezelni, ez egyértelmű jele annak, hogy életünknek azon a területén, azon a szegmensén megérett az idő a változásra. És ezt borítékolni tudom, hogyha ezt tudod konstatálni, és tudsz befelé figyelni, és nem kezdesz el kapkodni, akkor benned is elkezd működni az a segítő erő, amit Carl Gustav Jung a lélek transzcendens funkciójaként nevez meg. Ez a belülről jövő, vagy néha a külvilág felől hozzánk megérkező, nem várt, váratlan segítség, ami új megoldási lehetőségeket tud adni azokban a helyzetekben, ahol jelen pillanatban meg vagyunk rekedve, vagy éppen nagyon intenzíven vívódunk, hogy a józan eszünkre vagy az érzelmeinkre hagyatkozzunk. Tehát ez egy nagyon erőteljes hatás, ami végig itt a 38. héten fent áll, és érezteti a jellemzőit. Emellett szintén
ami az ábrában látható, és hogyha nyomon követed a videóimat, akkor tudod, hogy a Jupiter és a Vénusz feszült 90 fokos kvadrátus fényszög kapcsolatáról már jó néhányszor beszéltem, és az azért is fontos, hiszen jelen pillanatban, ez azt jelenti, hogy vasárnap 17-én fog harmadjára bepontosodni a Vénusz és a Jupiter kvadrátja, úgy, hogy a mellettem lévő ábrán, ugye itt lehet látni, hogy a Vénusz az gyakorlatilag nem csak a Jupiterrel van egy feszült, hanem a Marstól bizony egy nagyon inspiráló, támogató fényszög hatásban is van. Ugye ez pedig itt az oroszlán Vénuszon ötvöződik. Csak kicsit emlékeztetőnek, ide teszem a képet, az oroszlán Vénuszt a mellettem lévő szimbólum kártyacsomagból a királynő képe szemlélteti, míg a kiáradó elvet, amivel konfrontatív, feszült módon találkozik, most már harmadjára a Jupiter, a harmadjára a Vénusz, az pedig a Jupiter. Ennek a fő jellemzője, a legtisztább megnyilvánulása az, hogy amihez kapcsolódik, azt elkezdi kibővíteni, kitágítani. És vannak olyan dolgok, amelyeknek a kibővüléséért nem annyira rajongunk. Nyilván, ha pénz áll a házhoz, szerencsés élethelyzetből, azt lehet mondani, hogy örülünk neki, ha abból még több van, de mindig vannak olyan helyzetek is, aminek nem annyira. Most ebben a fényszög hatásban pont ezt a nem annyira hatást, nem annyira örülünk, erősíti, hiszen amit a mellettem lévő képen a királynő szimbolizál, igazából nagyon felerősíti, és ezt érzékeljük ugye a világba is, hogy az önös igények nagyon fókuszba kerülnek, túlzó, elrugaszkodó vágyak jelennek meg, nagyon fokozódik a siker és az elismerés vágy mindenáron. Ha így össze akarom foglalni, akkor ad egy olyan megélést, ami megpróbálja szebbnek és jobbnak bemutatni a valóságot. Tehát ez a túlerőltetett módon a minden szupernek a súlykolása. És ez akár privát kapcsolatokban, de az országok működésében, akár Magyarország tekintetében is fel lehet fedezni ezeket az összefüggéseket. Tehát ez a mindenáron fenntartani egy cukormázat, egy ilyen nagyon szuper, csak a jóra gondolunk, túlerőltetve a pozitív gondolkodást is, és alapvetően a semmi nem elég jó motivumával szembesülünk emellett. Nagyon sok kapcsolati témakör is most bemozdult, tehát a személyes, akár férfinő viszonylatokban is az önérzeti sérülések ilyenkor erősebben előjönnek, tehát azt érzékeljük, hogy fokozott a vágyunk, vagy a miénk, vagy a partnerünknél érzékeljük, amit a mellettem lévő királynő fejez ki, hogy hát arra vágyunk, hogy a figyelem itt legyen rajtunk. Ugyanakkor ezek a vágyak a Jupiter kibővítő elve alapján elrugaszkodtak a valóságtól, tehát valahol sokkal nagyobb igényel állunk elő, vagy nagyobb igényekkel találkozunk, mint a realitás. És ez a pénzügyi tükrötekezésben, a belső feszültségek evésben, ivásban, vásárlásban való levezetésében is megmutatkozhatnak. Valami ugye most így hirtelen drágulhat, sokkal többe kerülhet, és összességében ilyen elégedetlen érzelmi lelki hullámzások mutatkoznak meg. És mivel ez a harmadik találkozása lesz, ugye a bepontosodása a Vénusz-Jupiternek, az első az júni 11-én, a második augusztus 22-én volt, így ez az abban az időben már akár a kapcsolatokban konfliktust okozó elégedetlenség témaköre itt most, akár csúcsra is járatódhat, és egy ilyen fényszög hatás idején gyakoribbak a kapcsolatokban a konfliktusok, illetve a kapcsolatokban való elválás is. Ez az elválás, ez nem csak a privát kapcsolatokban, hanem akár a világpolitika színpadán is, a globálisabb konfliktusokban megjelenhet. Tehát szembesülhetünk azzal, hogy többet kell fizetni, vagy sokkal kevesebb van, ez például akár a pénzeknek az átcsoportosítása egy állami büdzsében, ilyenkor sokkal látványosabban megjelenik, mert hirtelen észre vevődnek a hiányok. Akár anyagi tekintetben, akár a hiányokat nagyon észrevehetjük abból az aspektusból is, hogy mennyire érezzük fontosnak magunkat, szerethetőnek, vagy elismerve
abban a témakörben, amiben éppen kibontakozunk, amit csinálunk. Tehát ezek a fényszöghatások folyamatosan az egész 38. hetünket kísérik, velünk vannak, és fő témaköreiben ezek határozzák meg továbbra is az egész hetünket. 15-éig hat, most már onnantól kezdve, ugye 15-e az gyakorlatilag ma van, pénteken, ma este ebből a hat hátráló planétából ugye a Merkur befejezi a hátráló mozgását, és előrefele fog most már mozdulni, és így most már úgymond csak öt planéta, a kettő sorsplanéta, és a három transzcendens bolygó az, ami jelen pillanatban hátrálóban van, ami azt is jelenti, hogy a saját témakörükben újra előhoznak, tehát ismétlődő szituációkkal találkozhatunk, sors lehetőségek, sors szembesülések, sors általi számonkérések, korlátozások, illetve a transzcendenciához fűződő viszonyunk tekintetében, hiszen ezek a planéták folyamatosan most még egy darabig, mind az öt hátráló mozgásban lesz. Emellett jegyváltós időszakban is vagyunk, hiszen ahogyan itt a mellettem lévő ábrán is már látod, a nap 23-án tovább fog lépni. Elérjük ugye, ez a 23-a az jövő héten szombaton van, a 38. héten az őszi napi egyenlőség pontját. Lehet, hogy téged is így erőteljesen érint, én ezzel szembesülök, ahogy hazaérek, és hogy szeretnék még időt tölteni kint, hogy sokkal hamarabb, hirtelen, sokkal gyorsabban rövidülnek a nappalok, és hát valójában ugye az őszi napi egyenlőség időszakához közeledünk, úgyhogy a mérleg jegyváltás küszöbén állunk, ez lesz szombaton 23-án 8 óra 50 perckor. Erről majd külön videót fogok készíteni, ahogy ezt már megszokhattad, ez lesz a másik videó, ami elérhető lesz itt jövő hét folyamán a heti aktualitás mellett. Tehát jegyváltós időszak is van, más planéta nem fog a napon kívül jegyet váltani, és mivel most ugye az új hold küszöbén állunk, így a 38. héten fokozatosan a begyűjtésnek a fázisában az erőgyűjtés, a belső gazdagodás, a lelki gazdagodás és intellektuális gazdagodás, tehát mindenféle értelemben a befogadási energiák lesznek erősek, hiszen növőholdas hatásokkal fogunk szembesülni, találkozni. A fennálló, küszöbön álló ugye Nap-Uránusz pozitív fényszöghatás erőteljesen segít bennünket nézőpontot váltani, ahogy mondtam, az egész heti transzcendens tartalom hozzásegít bennünket, hogy az egész gondolkodásmódunkat, világlátásunkat, a tudatunkat egy szellemibb, spirituálisabb háttérbe bele tudjuk helyezni, tágítsuk azt, amilyen szemüvegen keresztül nézzük a világot, és ehhez az asztrológia egy nagyon hasznos segítséget tud nyújtani. Alapvetően önmagunk megismerésén keresztül tudjuk egyre jobban és tisztában látni és értelmezni a külső világ dolgait. Tehát ehhez a fennálló asztrológiai hatások egy nagyon szép támogató kapcsolódást nyújtanak egyébként. A hétnek még a legfontosabb tartalmait már csak dióhéjban érintve, amelyeknek kisebb behatása van, azok mellett, amelyekről beszéltem, míg a hétfő éppen 0 órakor még mérlegholdhatások vannak, de már mire nagyjából magunkhoz térünk, reggel 6 óra 58 perckor megérkezik a Skorpió jegyébe a hold, és 20-án, szerdán 16 óra 5 percig Skorpió holdhatások lesznek, ami a befelé fordító, hiszen növekedő tartalomról, növő hold tartalomról van szó, ami azt is jelenti, hogy olyan dolgokba próbáljunk növekedni, hogy a belső erőinkre fókuszáljunk, illetve a belső transformatív munkában jussunk bűlőre saját magunkkal, adjuk meg a lehetőséget arra, hogy valóban tudjuk realizálni, és fel tudjuk ismerni azt, hogy hol vagyunk megrekedve jelen pillanatban, ahogyan mondtam, a halak és a szűz energia kettősségében, ahol mást akar az érzelmi világunk, és
a józanságunk vagy a racionalitásunk az pedig megint más hangokon szól hozzánk, és a két területnek a konfliktusa most elég erős. Skorpió hold segíti a belső önvizsgálatot, az ebben való építkezést igazából. És ami ugye a mellettem lévő ábrát mindenképpen ugye uralja, az pedig ugye a Neptunnal való szembenállás, ami kedden a déli órákban történik meg, és fokozatosan a nap, ahogy halad előre fele már, így ha ránézel a nap haladására, ugye vasárnap éjféli pozícióban már el fogja engedni, még fokszám szempontjából nem, de mivel megtörténik a jegyváltás, ezért ennek a szembenállásnak pontosan a fáradt, kaotikus, bizonytalan, szétesett, nem tudom megfelelően az érzelmi hullámzásaimat kezelni, vagy nem értem a saját érzelmeimet sem, azt sem, hogy miért akarok menekülni bizonyos helyzetekből, csak a bizonytalanságot érzem, tehát ennek az érzelmi jellemzője azzal, hogy megtörténik a napnak a jegyváltása, nagyon erősen és észrevehetően csökkenni fog. Tehát majd a hét vége fele fokozatosan le fog csengeni a Neptunnal való szembenállása igazából a napnak. A szerdai napunk egy picit stabilabb tud lenni, ezzel a bizonytalan az egész hetet meghatározó élménnyel együtt, vagy emellett. A hold be fog érkezni délelőtt folyamatosan a transzcendens planéták pozitív kapcsolódásába, tehát az a figyelj a belső hangodra, akár már a kedd éjszaka is nagyon inspiráló álmaink lehetnek, ha változtatni akarunk, újítani, akkor figyeljünk a belülről jövő inspirációkra, arra a bizonyos belső lelki transzcendens funkcióra hagyatkozhatunk, most jobban és erősebben érezhetjük a hangját, hiszen a hold a transzcendens planétákat sorba a szerda délelőtt folyamán pozitív kapcsolódással érinti, és ráadásul még a szűz jegyében járó nap itt a holddal is egy pozitív fényszög hatásban van, tehát tud adni egy befelé forduláshoz, illetve a kicsi, a bizonytalanság mellett kicsit ilyen stabilizáló elvet, elfként egy picit kompenzálja az előző nap nagyobb hullámzásait. A hold nyilas jegyébe átmegy szerdán 16 óra 5 perckor, és pénteken éjszaka 22 óra 20 percig a nyilas jegyében jár, az alkalmas a hitélet gyakorlására, ugye a szemlélet tágítására, előadásokat meghallgatni, olyan témák, amelyek így belül elkezdtek mocorogni, vezetni szellemibb, tágabb gondolkodás irányába, ahhoz például nyilas hold idején nagyon jól meg lehet keresni különböző segítőket, tanítókat, előadásokat hallgatni, vagy éppen olyan beszélgetéseket folytatni, amiben a hit, az életszemlélet témái fókuszban vannak. A nap 7 óra 20 perckor csütörtökön pontosodik be a Plutóval való pozitív fényszög hatásba. Ugye ezt mondtam, hogy a Plutó transformatív erőforrásával, ami nagyon-nagyon komolyan, mint egy jó válságmenedzser, vagy válságmenedzselése nagyon jól felhasználható tartalom, és fokozatosan belső erőként jelen van, és egyre jobban kibontakozik, ahogy haladunk előre fel a hét folyamán, tehát csütörtökön pontosodik be, úgyhogy így ez a fényszög hatás is velünk lesz az egész hét folyamán, és a következő hét mondjuk így feléjénél fog majd úgy nagyjából már teljesen lecsengeni, de a jegyváltásig mindenképpen nagyon erős, támogató, transformatív, nagy változásokat is segítő erőforrásként a rendelkezésünkre áll. Emellett, ahogy mondtam, a hold majd pénteken este éjszakai órákban tovább megy a bak jegyébe, pénteken, és így az egész hetünk már, vagy a hetünk az egész hétvége bakholdas hatások alatt zajlik, elsődlegesen az élet fizikai kereteire, körülményeire segít fókuszálni, akár olyan dolgokra jó, amit szeretnénk előre megtervezni, struktúrálni, rendszerbe fogni,
ha szükség van lomtalanításra, valamit elengedni, arra is lehetőséget biztosít, pénzügyi tervezésre, különböző stratégiák kialakítására, és nem utolsó sorban komolyabb fizikai munkák elvégzésére, tehát akár még kertben, így az ősz felé haladva, hiszen valóban azzal, hogy küszöbön áll az őszi napi egyenlőség pozíciója, valóban nagyon kardinálisan és észrevehetően meg fog érkezni az ősz az életünkbe. Tehát bakoldas hatások lesznek a hétvégén, amiből kiemelem akkor még egyszer szombaton 8 óra 50 perckor az őszi napi egyenlőség pillanatát, és megkezdődik ezzel a mérleg időszaka, és a vasárnapi napunk reggelén még érzékelhető a Marssal való konfliktusa a bakholdnak, ahol összeütközések, problémák jöhetnek elő a családon belül, akár pénzügyi tervezésből származó elképzelések, vagy a mikor, minek van itt az ideje, és mit csináljunk. Ebből kifolyólag lehetnek személyes konfliktusok, összeütközések, de ez kora hajnalban, vagy kora reggel 5 óra 17 perckor, vasárnap én még elmondhatom, hiszen nem szeretnék vasárnap 5 órakor kelni, tehát 5 óra 17 perckor pontosodik be a Hold Mars feszült kvadrátus fényszög hatása, ami úgy 10 órára, hogy nagyjából már a múlté lesz, tehát a vasárnap reggel amennyire lehet legyünk ebből a szempontból tudatosak, hogy ne kapkodjunk, nem kell beleállni konfliktusokba, később meg fogjuk tudni beszélni jobban a dolgokat, ne legyünk türelmetlenek, és reggeli készítésnél is, és minden helyzetben vigyázzunk azzal, ami szúróvágó, amivel sérülhetünk, bánjunk körültekintően. És vasárnap délután a hold olyan pozícióba fog kerülni, hiszen bak jegyében jár, meg is tudom itt neked mutatni, megérkezik, és így ezzel fogjuk zárni ugye a hetet. Már itt a külső ábrán is látszik, hogy megérkezik a Plutóval való együttállásba, így a hold vasárnap délután ismételten a hét folyamán még egyszer erőteljesen, pozitívan összekapcsolódik a transzcendens spirituális tartalmakkal, energiákkal, amelyeknek még egyszer, ha szeretnéd, kiemelni komoly jelentősége van, hiszen a nappal kapcsolódik mind a három transzcendens planéta jelentősen össze, és így a napon keresztül a tudatosság tényét, a tudatosságnak a lehetőségét adja, és támogató módon segít bennünket ebbe az irányba kibontakozni. Tehát ez a hétnek a legfontosabb tartalma, elnézést, ilyenkor már hétvége felején is nagyon sok munka van a hátam mögött. Összeáll komplex kis rendszerünk, most már teljesen nagyon sok tudást, asztrológiai tudássegítő tesztekkel, segédanyagokkal, és éppen így az 5 éves komplex képzésünknek egy áttekintése, ahol szükséges kiigazítás az zajlik, úgyhogy egy nagyon nagy komplex munkában vagyok benne, de ezzel együtt is igyekeztem ide figyelni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet, hogyha a héten fennálló szellemi inspirációk alapján úgy döntesz, hogy szeretnéd az asztrológia tanulás segítségén keresztül tágítani a saját nézőpontodat, mind önmagadról, mind a világ eseményeiről, dolgairól, akkor várunk szeretettel az Artemis Asztrológia Akadémián. És ami szeretnék még itt kérni, ha hasznosnak találod ezt a videót, akkor köszönöm, ha osztasz meg eseményeket, amelyek szinkronban vannak a bemutatott asztrológiai aktualitásokkal, kommentben, ha visszajelzel, ha konkrétan megosztod a videóink linkjeit ismerőseiddel, és várlak vissza akkor a következő héten, ahogy mondtam, 2 új videóval is. Addig is a bölcs belátás időszakában kívánom a minél hatékonyabb belső fejlődést neked is.